a családszervezetek stratégiai szövetségeseink. Az a célunk, hogy Magyarországon minden vágyott gyermek megszülethessen, és azt szeretnénk, hogyha minél jobb lenne Magyarországon élni, dolgozni, gyermeket várni és gyermeket nevelni. Ezért dolgoznak a családszervezetek is, és ezért dolgozik a magyar kormány is. Vannak Magyarországon szép számmal olyanok, akik egyszülős családban élnek, és nagyon sok nagycsaládos is van. Ezért is kötöttünk most stratégiai megállapodást az egyszülős családokat képviselő alapítvánnyal, illetve a Nagycsaládosok Országos Egyesületével. A jövőben is azért fogunk dolgozni, hogy jó legyen Magyarországon családban élni. Társadalmi együttélésünk legfontosabb kerete a család. A családok, hazánk, nemzetünk építőkövei. Legyen szó sokgyerekes nagycsaládról, vagy egyszülős családról. A magyar kormány elkötelezett a családok, gyermekek legmagasabb szintű védelme mellett, ezért folyamatosan fejleszti a jogszabályi környezetet és az eszközrendszert, különös tekintettel arra, hogy az egyszülős családok sokszor többletkihívásokkal szembesülnek. Az Igazságügyi Minisztérium 2020-ban hívta életre a Családjogi Civil Munkacsoportot, ahol több mint 60 szervezettel működünk együtt. A közös munka is bebizonyította, hogy ez az együttműködés katalizátor a jogalkalmazás hatékonyságának a továbbfejlesztésében. A magyar kormány a jövőben is szeretne építeni az anyák és apák jogait képviselő szervezeteknek a tapasztalataira, hiszen célunk az, hogy Magyarországon a családok továbbra is a legmagasabb szintű védelemben részesüljenek. 300 ezer családban egyetlen szülő neveli a gyerekeket. Ez a 300 ezer család több mint 500 000 gyereket jelent. A mostani megállapodás azért is nagyon fontos, mert ilyen sok embernek, ilyen sok családnak csak akkor lehet válaszokat találni a kérdéseikre, az élethelyzetükre, a nehézségeikre, hogyha a civil szféra és a kormányzat közösen keresi a megoldást. A járványügyi helyzet most még inkább összefogásra késztet minket, ezért is írjuk alá örömmel a kormánnyal, az egyszülős családokkal a stratégiai megállapodást. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete mintegy 34 éve áll a családok szolgálatában, mintegy 15 ezer tagcsaláddal. Fontos számunkra, hogy a családok érdekeit a kormánnyal, kormányzati szinten is képviseljük. Örömmel tesszük ezt a jövőben is.